Hatalmas taps volt a jutalom a Tolnai Fúvósok koncertjén. A településen rezes bandák szórakoztatták két napig a közönséget, ugyanis hatodik alkalommal rendezték meg a Brass Vegas Fesztivált a városban. A különböző zenekarokat felvonultató programsorozat minden évben nagy népszerűségnek örvend. Már idén nem csak fúvószenekarok és brassbandek, hanem big band is lépett fel, úgyhogy ebből állt össze az idei műsorunk. Érkezett hozzánk a Felsőtárkányi Fúvószenekar, aztán a Sofiana Brass, ők idén először voltak itt nálunk, ők egy pécsi brassband, fellépett a Smooth Criminals, ők egy visszatérő zenekar, tegnap este pedig Band of Streets koncert volt, a vasárnapi program pedig úgy nézett ki, hogy a Junior Stars Big Band kezdett, aztán a Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar, és most a végén a Human fogja zárni a fesztivált. A Brass Vegas Fesztivál a fúvós együttesek tolnai ünnepe. A városban is nagyon kedvelik ezt a műfajt, többek között a helyi ifjúsági fúvózenekarnak köszönhetően, akik évek óta népszerűsítik a zenei stílust. Szerintem nagy hatása van a fesztiválnak itt a térségben arra, hogy egyre többen iratkoznak be akár a zeneiskolákba, Szekszárdra, a Tolnai Zeneiskolába is. Úgy veszük észre, hogy nagy kedvel jönnek a gyerekek. Igen, nagyon jó volt a hangulat tegnap este is, úgyhogy meg hát egyre több ember látogat ki hozzánk a fesztivál, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog. A karnagy hozzátette, hogy a tolnai együttes fellépései ezzel nem érnek véget az idén. Számos koncerttel készül még a banda 2023-ban. Fogunk játszani jövő héten a Bárka Fesztiválon, délután 4 órakor lépünk fel, illetve szeptember 30-án lesz a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak egy térzenéje lent a Dunaparton, és hát szeretnénk december 9-én az adventi koncertünket megtartani itt a Lovardában.